Hello mindenkinek, én Kipi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban folytatjuk az ötletláda sorozatunkat, és ezúttal egy új generált építményről, a kriptáról lesz szó, amely a hegyvidékes biomokban generálódna. Remélem, hogy tetszerint fog majd nektek ez a videó, és szerintem akkor vágjunk is bele. A koncepció bemutatása előtt meg kell ismerkednünk az Illager rúnák fogalmával. Az Illager rúnák először a Minecraft Dungeons játékban jelentek meg, majd az egyik snapshotban bekerültek a fő játékba is, de azóta még nem lett funkciójuk. Nos, az Illagereket ismerve szerintem valamiféle sötét mágiával lesz kapcsolatuk, szóval a mai videóban is ebben a kontextusban szerepelnek. Na de nézzük magát az építményt. A kripta egy föld alatti generált építmény, amely bejárata a hegyoldalakban fedezhető fel, és mélyen a föld alá vezet. Az építmény minden generálásnál véletlenszerű lenne, és a játék a lehetséges helyiségek különböző variációjából válogat a generálás során, mint például az erdei kastélyok esetében is. Természetesen ennek is lennének olyan elemei, amelyek minden generálásnál megjelennek, de erről majd egy kicsit később. A lépcső után egy titokzatos előtérbe érkezünk, és a kripta felfedezése során mindenféle rejtélyes utalást találhatunk, amelyek egy történetet próbálnak elmesélni. A Minecraft fejlesztőihez hasonlóan én sem fogom elmondani a teljes történetet, ezt mindenki saját magának találja ki. A folyosókon végighaladva különböző helységekbe juthatunk változatos elosztással. Amint láthatjátok, az egész kriptát egy új blokkészlet alkotja, ez pedig az új kriptakő blokk lenne. Az egyes helységekben különböző dolgokat találhatunk a ládákban, többek között az előbb említett Illager rúnákat. Ezek később még jól jöhetnek. A falakon, illetve néhány titkos szobán végig tekintve elég komor és sötét kép tárul elénk az építmény történetével kapcsolatban. Vajon mi történhetett itt? A kriptát felfedezve megérkezünk az egyik olyan szobához, amely minden alkalommal legenerálódik, és amit láthatjátok, egy előkelőbb sírhelyre emlékeztet. Ez azonban csak akkor nyitható fel, ha összegyűjtöttük a megfelelő rúnákat. A rúnák behelyezése után a sírhely kinyitható. Itt az átlagos loot mellett rubinokat is találhatunk, valamint egy Necroliger füzérnek nevezett itemet. Az utolsó szobába érkezve szintén egy olyan helyiségbe jutunk, ami minden generálásnál megjelenik. Itt a falakon a már korábban is látott koponyákkal találkozunk, viszont a polcok elrendezése más. Itt ugyanis az egyes falakon különböző Illager rúnák alakjában elrendezett polcokkal találkozunk, aminek talán köze van a nálunk lévő rúnákhoz, valamint a helység közepén található rejtélyes asztalhoz. Ez nem más, mint az alkimista asztal, ami nem éppen egy Minecraftos vagy Illageros név, szóval csak a szemléltetés miatt kapta ezt a nevet. Ezt az előbb szerzett rubin és rúnák kombinációjának segítségével lehetne használni, és mindenféle sötét mágiával, átkokkal, erősebb enchantokkal lenne kapcsolatos. Például a legmagasabb szintű enchantokat is képes lenne tovább növelni az itemeinken, de cserébe rátenne egy átkot is, amely csak bizonyos szituációban lenne hátrányos. A Minecraftban jelenleg csak két átok létezik, szóval szerintem még rengeteg potenciál rejlik a játék ezen részében. Lehetnének például olyan átkok, amelyektől gyorsabban romlanak az eszközeink, vagy kevesebb lesz az életerőnk, vagy viharban nagyobb eséllyel csap belénk a villám, vagy esetleg lesüllyedünk az adott páncéllal az óceánba, stb. Amikor az asztal használatban van, a falakon lévő rúna alakzatban elrendezett koponyák szeme felvillan, és kék színű lebegő rúna partikel effektek áramlanak ki belőlük az asztal felé. Ebben a szobában találkozunk az új Necroligerrel, aki képes élőholtakat feltámasztani a föld alól. Ezek elsősorban zombik és skeletonok lennének, és a földből felemelkedve lélekpartikel effektek kísérnék őket. Idézés közben furcsa Illager-szerű kántálásba kezdene, majd a nyakán látható füzért a kezében tartva feltámasztana egy csapatnyi élőhalottat. Ilyenkor sötétzöld partikel effektek jelennek meg körülötte, és a füzéren lévő koponya szemei kéken világítanak. Ezt a képességét többször is megismételheti, amíg le nem győzzük őt. Szerintem egy mágiával kapcsolatos frissítés nagyon sok hasonló mobot tartogathatna magában, és a koncepciók már léteznek a Minecraft univerzumában. A Minecraft Dungeons-ben lévő Enchanter vagy Geomancer mobok egyaránt passzolnak ehhez a témához. Az Enchanter Illager raidekben spónolna, és a könyve segítségével erősebbé tenni Illager társait, így megnövelni az életerejüket vagy a sebzésüket. Ezt eltérő vizuális effektek jeleznék. A Geomancer pedig a környezete segítségével hátráltatná a játékost, szintén a raidekben szerepelve. Szerintem nagyon jó lenne, ha bizonyos Illager típusokkal kizárólag a raidekben találkoznánk. Ha sikerül megölnünk a Necroligert, eldobja a füzérjét, amelyet egy perces időközönként tudna használni a játékos. Ilyenkor 10 másodpercig nem támadnák őt meg az élő halott mobok, így egy szoros helyzetben el tudna menekülni előlük.
Csak jobbikelnie kell a kezében a füzérrel, és a zombik, skeletonok és más élőhalott mobok 10 másodpercig békéssé válnának. Ezekkel az időkorlátokkal kiegyensúlyozottá válna ez az item, ráadásul az árkokhoz hasonlóan ez is csak bizonyos helyzetekben bizonyulna hasznosnak. Nos, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha ez így volt, mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok a kriptákról a Minecraftban, illetve hogy nektek milyen ötleteitek vannak még ehhez kapcsolódóan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!